mondják, hogy összesen. Negyedórás távokban indultak az óvodák, iskolák és a hozzájuk tartozó családok a FUS úsz kerékpáros program utolsó állomásán. A kerékpárosok az egyik kereskedelmi üzletlánc parkolójában gyülekeztek, és a töltésen keresztül tekertek ki a csónakházig. A második Rákóczi Ferenc általános iskola, majd a Paksi Benedek Elek óvoda, Hétszínvirág tagóvodája teljesítette elsőként a megadott távot. A gyerekek minden nap mozognak. A tagóvoda vezetője szerint számukra a sport az öröm egyik forrása. Sokan járnak biciklivel, rollerrel az óvodába, ott is van lehetőség, hogy kis futóbiciklikkel, kis motorokkal közlekedjenek, és hát szeretnénk az udvari játékokat még ilyennel bővíteni, hogyha megnyerjük. Testvérével és unokatestvérével érkezett a kerékpárversenyre Takács Lívia, a Paksi Deák Ferenc általános iskola tanulója. Nem ijedt meg a távtól, mert mint mondta, rendszeresen fut és biciklizik, korábban pedig önvédelmi sportra, kickboxra is járt. Igazából engem csak elhoztak, de hát persze nyilván a suli miatt, hogy támogatom, én szeretem. A futáson több mint 800-an, az úszáson 365-en indultak el, a kerékpározáson pedig 937-en vettek részt. A létszám ennél a versenynél különösen nagy jelentőséggel bír, miként a sport megszerettetése is, mondja a versenysorozat szervezője. A célja az ugye a tömegsport, illetve a közös mozgás. Megszerettessük, illetve egy kicsit megmutassuk azt, hogy tudunk mi közösen is valamit tenni. A cél ugye az, hogy minél magasabb regisztrációval, minél többen vegyenek részt ezen a három külön stábnál, és az összlétszám alapján fogjuk majd díjazni az első három-három helyezettet külön az iskoláknál, illetve külön az óvodáknál. A családok tehát együtt mozoghattak, és közben az intézmények számára gyarapíthatták a pontokat. A legtöbb embert mozgósító intézmények sportszer utalványt kapnak. Az eredmény még nem ismert, mert nem a tényleges számokat veszik figyelembe, hanem a gyermek létszámhoz arányosított részvételt. A díjakat a Városi Gyermeknapon vagy a Város Napján adják majd át.